Alapvetően akár a játék legelejétől 5 palántát tudunk elültetni. Komlópalántát, körtefát, almafa csemetét, szilvafa csemetét, illetve cseresznyefa csemetét. Ezeket a magvokat a játékban fellelhető, véletlenszerűen beszpalnolt ládákba tudod megtalálni, illetve, hogyha már sok ezüstöd van, akkor Gosztövia városába tudod megvenni a földművelő árustól, vagy bármely más földművelő árustól meg tudod venni. Érdemes akár a játék legelején elültetni ezeket a csemetéket, mivel a komlópalántán kívül az összes többi csemetének 5 évszakra van szüksége ahhoz, hogy teljesen felnőjenek és születelhető állapotba kerüljenek. Miután megvan az árus, vedd meg a magvakat, én felvásárolom az összes magot, ezt követően pedig menjünk vissza a bázisunkra. De mire is jó, hogy egyáltalán gyümölcsfákat ültetünk? Most egyfelől meg tudod enni a gyümölcsöket, másfelől pedig, hogyha a technológia felületen a játék vége felé a termelési technológia fülön kinyitod a kocsma épületet, akkor különböző alkoholos és alkoholmentes üdítőket tudsz majd elkészíteni. Továbbá különböző lepényeket, valamint pitéket tudsz majd elkészíteni. A cseresznye és pite esetében például egy pitét, hogyha megeszel, akkor 100%-ra visszatölti az éjségedet. Eléggé megéri elkészíteni ezeket az ételeket. Miután visszaértél a bázisodra, 2 eszközre tárgya lesz szükséged. Szükséged lesz majd valamilyen zsákra vagy szütyőre, amiből a magvakat el tudod vetni, illetve szükséged lesz majd valamilyen kapára, hogy megműveld a kijelölt földeket. Miután megvan a kapa, illetve a zsák, valamint a magvakat is megvetted, keresd meg az ideális helyet, ahol a gyümölcsös kertedet fel akarod majd építeni. Az én esetemben a magokat a következő féleképpen fogom felosztani. Tervezek majd a jövőben ültetni 10 cseresznyefát, 10 körtefát, 10 komlópalántát, 10 szilvafát, illetve 20 almafa csemetét. Éppen ezért egy 5x12-es területet fogok majd létrehozni. Hogyha megvan a terved, nyomd meg a Q betűt, majd menj rá az épületekre, azon belül a mezőgazdaságra, és a gyümölcsös ikont követően jelöljük ki a tervezett földterületünket, tehát az én esetemben az 5x12-t, most a hótól annyira nem látjátok, de van egy zöld jel a földön, amely jelzi majd a földnek a sarkát, ezt elkezdjük húzni oldalra, és lent írja nektek fehéren, hogy most értük el az 5x1-es nagyságot, és ezt felnagyítjuk 12-re. Úgy néz ki, hogy 7x8-nál nagyobb földet nem lehet lerakni, úgyhogy maradunk az 5x2-es felosztásoknál, és akkor így el lesznek különítve a gyümölcsöseink, és így nem fogok belekavarodni én se. Úgyhogy rakunk le 5x2-t ide, ezt megismételjük még 3-szor, illetve az almafának majd egy 20-as területnyit rakunk le. Így 4 leraktunk, 4x10 mag befogadására alkalmas földterületet, rakjunk le végül egy 20 mag ültetésére alkalmas részt is. Így 4 5x4-es földterület lesz az utolsó. Hogyha ezzel megvagy, akkor vedd elő a kapádat, és itt az ideje elkezdeni kapálni. Itt nekem a hű falu lakóim már el is kezdtek dolgozni, besegítek nekik, hogy jobban haladjunk. Nos, a kapálással megvagyunk, itt az ideje elkezdeni ültetni. A zöldségültetéshez hasonlóan vegyétek kezetekbe a zsákotokat, majd a jobb kattintás és a gyümölcsös ikont követően jelöljétek ki az első gyümölcsfát, amit el akartok ültetni. Elültetem először a cseresznyefákat, ebből sajnos csak 8 magom van jelenleg, későbbiekben még kell majd beszerezni. A zöldségültetéssel ellentétben itt nem kell külön trágyázni a földet, illetve bármelyik évszakban el tudod ültetni gyümölcsfáidat, tehát nincs semmilyen megkötésed, hogy mikor kell ültetni, tehát teljesen logikusan télen elültetjük az első cseresznyefáinkat. Így, néha cseresznyefák megvannak, és így tovább haladunk szépen az összes többi temetével. Hogyha esetleg vannak falulakóid, akkor be tudod őket vonni az ültetésbe. Nem tudunk ültetni. Oh. Zöldségültetéssel ellentétben a falulakóidat nem tudod bevonni az ültetési folyamatokba a gyümölcsnél, úgyhogy folytatjuk az ültetést. Következik a szilvafa, megvan a komló is, végül maradt az almafa. Így nézd, hogyha végeztél, akkor menj rá a menedzsment felületre, csak nézd meg a földjeidet. Ugye létrehoztunk 5 gyümölcsöst, ezekből láthatjuk, hogy 8-at elültettünk, zöld szín látható itt fent, tehát minden rendben van cseresznyével, illetve minden mással is. Igazából semmi bajuk nem lehet most már, trágyázni ugye nem kellett őket, úgyhogy most már nincs más dolgunk, mint várni egy évszakot a komlóra, 5 évszakot pedig az összes többi gyümölcsfára. Miután beugrottunk az időgépbe, itt találkozunk majd. Miután kivártad a megfelelő idő mennyiséget, meg fognak nőni majd a fáid, illetve a komló. Ugye a komló egy év alatt meg is nőtt teljesen. Sajnos a termést elkapkodták a villagerjém, úgyhogy nem tudom nektek bemutatni a születelés menetét. De lényegében semmi extra nincsen, látjátok majd a termést magát a növényen, és be tudjátok gyűjteni nagyon egyszerűen, és akkor
lesz majd komlótok. Gyümölcsfák esetében pedig miután kivártátok a megfelelő mennyiségű évszakot, ugyanúgy, amikor már nagy lesz a fa, minden nyáron le tudjátok szüretelni majd a termést, illetve ha vannak mezőgazdaságban dolgozó falulakóitok, akkor ők automatikusan begyűjtik majd, el fogják végezni a szüretelést nektek. A szüretelés rendjét külön nem lehet szabályozni jelenleg a játékban, a gyümölcsfák esetében. Hogyha megvan a megfelelő számú gyümölcsöd, illetve komlód, akkor a következő lépés ez pedig majd a különböző üdítők, illetve az alkoholos italok elkészítése lesz, de ezt egy másik videóban fogom bemutatni nektek.